Kedves nézőink! Bizonyára az önök emlékeiben is elevenen él még az évekkel ezelőtti dimenzió anomália emléke. Az esemény, amely során az addig egyetlennek hit világunkban emberek milliói cseréltek helyet a párhuzamos világokból érkező alteregóikkal. Rokonaink, barátaink feltehetőleg más dimenzióba kerültek át, és azóta sem tudjuk, hogy mi lehet velük. A helyükre alteregóik érkeztek, akik valahol ugyanazok az emberek, és mégis mások. Más univerzumokból, más történelmi folyamatokon átesett földbolygókról érkeztek hozzánk egy másik élet után. Keresztes Róbert vagyok, és az Anomália Alapítvány terapeutájaként dolgozom. Alig akad olyan ember, aki ne tapasztalná saját bőrén az anomália hatásait. Mivel nem tudjuk, hogy mi válthatta ki az eseményt, és az sem, hogy van-e visszaút, ezért a következő időszak nagy feladata számunkra a veszteségek és a változások feldolgozása. Mind társadalmi, mind egyéni szinten. Alapítványunk legfontosabb célkitűzése, hogy minden jövevény, aki átkerült hozzánk, egy személyre szabott terápián és segítő programon keresztül tudjon társadalmunkba beilleszkedni. Hogy családra és barátokra lejjen, hogy teljes értékű embernek érezhesse magát. Velünk, együtt, közösen. Mit tudunk tenni ennek érdekében? Nos, egyéni szinten a legelső lépés mindenki számára, hogy meghallgassuk jövevényeinket, és törekedjünk a megértésre. A következő felvételeken megismerhetik segítő programunk azon résztvevőit, akik szeretnék megosztani önökkel személyes történeteiket. Na szóval, amikor apánk elhagyott, mi akkor költöztünk le a fővárosból Budapestre. És én akkor pultosként kezdtem el dolgozni a Bruno bárban. És itt meg apánk velünk maradt. És támogatott abban, hogy rajzoljak, meg hogy fessek, meg hogy felvételizhessek a mumira. És most elismert festő vagyok. Elismert festő lennék. Tudja, ha tudnék úgy festeni, mint én. De hát én ugye nem tudok, mert nekem 14 éves koromban abba kellett hagynom a rajzolást, hogy anyának segítsek, meg hogy a kisöcseimre vigyázzak. Akik amúgy borzasztóan hiányoznak. Itt soha nem születtek tesóim. Legalább lennének. Jó, tudom, amúgy is teljesen más személyiségük lenne, meg tök más emlékeik lennének, ezzel tisztában vagyok, de baszna meg, legalább lenne valaki itt, aki úgy nézne ki, mint ők. Szóval nagyon jó. Kurva jó. Van sok pénzem, de nem ismerek senkit. A népszerűségem, vagy ennek a másik énemnek a népszerűsége, az persze teljesen oda lett, amint én ide kerültem. Van apám. Meg még él az anyukám. Tehát nem tudnak velem mit kezdeni. Idősek már ahhoz, hogy fel tudják dolgozni, hogy mi történt. És mint a haragudnának rám az emberek. Miért átvettem ennek a... neki a helyét. Hogy így már nem tud olyan szép festményeket adni.
ennek a világnak. Na szóval épp a kedvenc sorozatomat néztem, amikor egyszer csak átkerültem ide, és én először azt hittem, hogy ez valami áramszünet, vagy nem tudom mi, amikor rájöttem, hogy mi történt. Mindegy. Nem erről akarok beszélni. Szóval azt hittem, hogy meg tudom oldani egyedül. Hogy nem kell segítség. És akkor egyszer csak megláttam ennek az alapítványnak a hirdetését a tévében. Akkor rávettem magam, hogy akkor elmenjek erre a károsultaknak erre a idióta csoportterápiájára. Hogy hát, ha találkozom valakivel az én világomból. És akkor erre kiderült, hogy mindenki, de mindenki valami tök másik világból került át ide. És akkor jönnek ezek az ilyen vinnyogó idióták, hogy jaj, hát ez hol van? Meg hogy jaj, ez örökre eltűnt, meg hogy jaj, nem ismerem a gyerekeimet. Ilyen fasságok mennek, hogy fogadjuk el a változást. Meg hogy ez egy új esély. Egy új esély egy új életre. Na jó, igazából én is csak vinnyogok egész nap. Kibaszott gazdag vagyok, és csak vinnyogok. Amikor így tele van a tököm az egészen, akkor fogom, és lesétálok Pemzlivel a folyópartra. Pemzli legalább ugyanaz. Szóval nézem a folyót, ahogyan hullámzik, és ahogy a hullámokon is hullámok nőnek, és csak nézem, és próbálom megfogni a szememmel, de egyszerűen nem megy. Mindig eltűnik. Én is így tűntem el. Baszki, mindig kimegy a fejembe, hogy itt ilyet szabad, Úristen, bocsánat! Amennyiben ön, vagy bármelyik ismerőse, rokona, hasonló dimenzió traumán esett át, és segítségre szorul, hívja bizalommal implantján a következő számot. Én nem tudom, honnan kezdjem. Úgy volt, amikor kezdődött az egész, Enikő a feleségem mellett próbáltam elaludni, de nem sikerült. Azon agyaltam, hogy el akarok válni tőle. Aztán másnap reggel a középiskolai plátói szerelmem mellett, a Betty mellett ébredtem. Hát azt hittem álmodok. Aztán... eltelt pár nap, és azt hittem, hogy két hét kellett rá, két hét mire dumáltak az emberek a munkáján, és rájöttem, hogy mi történt. Rájöttem, kicserélődtem, itt lettem. Én azért persze próbáltam mindent úgy csinálni, ahogy gondoltam, hogy illene, de ha voltak furcsa helyzetek, de szóval senkinek föl se tűnt.
föl se tűnt, hogy nem én vagyok. Szerintem ez nálam ilyen védekezési stratégia, ilyen túlélési ösztön. Nagyon hamar sikerült beilleszkednem ebbe, beidomulnom új környezetbe. Betty az itteni feleségem persze nem is tudja. Illetve majd, hogyha megnézi ezt az interjút, akkor tudni fogja, hogy én nem a férje vagyok, hanem a férjének az alter egója egy másik világból. Én... nem bírom már magamban tartani. Hiányoznak a gyerekeim, akiket Enikővel neveltünk együtt. Meg az a szép nagy családi ház Budaszemerén. Persze ott. Ott, amikor Enikő mellett éltem, akkor végig Pettiről álmodoztam, hogy mi lett volna, hogyha felkérem Szalagavatón. Az itteni énem persze ebben a világban felkérte. Csak nekem kiesett 15 év Bettiből, kiesett. Azt se tudom, hogy hazudtam el neki. Hogy hazudtam el neki? Hát egy kis kutatómunka, meg egy kis figyelem árán sikerült. Nem tudok aludni attól, hogy tettetem Bettinek, hogy nem az vagyok, hogy én nem én vagyok. Amikor meg végre sikerül elaludnom, akkor meg folyton annak a hangját hallom, akinek a helyére ide kerültem. Azt suttogja, hogy eltűnünk majd innen is. Meg hogy kicserélődik minden. Hogy mi átkerülünk innen egy másik helyre. És megint mások átkerülnek ide. Néha az az érzésem, hogy a gondolataim azok nem az én gondolataim, hanem az övéi. És úgy szivárognak át abból a világból, ahova ő kerül. De persze tudom, hogy Betty erre mit mondana. Azt mondaná, hogy jaj, csak biztos fáradt vagy, már megint sok a stressz a munkahelyen, és hogy pihenned kéne. De én így nem tudok pihenni! Pont ez a baj, hogy nem tudok aludni! De majd megmutatom neked, Betty! Megmutatom, itt a bizonyíték! Nézze meg! Ilyen itt nincsen! Ilyet senki nem ismeri ezt! Senki nem tudja, hogy ez micsoda, tudom, mert utána néztem! Utána néztem, hogy sehol nem használják a világon. Sehol! Még szó sincs rá. Evőeszköz. Majd én megmutatom a világnak! És ugye mindenki kézzel eszik. Ezért én is kézzel ettem évekig. Évekig kézzel ettem, hogy le ne bukjak. Az Anomália Alapítvány közösségi kezdeményezése az országunkban megjelent új építmények elnevezésére. Hogyan nevezni el a Dimenzió Anomália során fővárosunkban megjelent zöld hidat? Küldj el ötletét implant üzenetben a következő számra. Hát én itt nagyon jól érzem magam. Átcsöppentem ebbe a világba, viszonylag hamar szereztem barátokat, a szüleim elfogadtak, és amikor megláttam, hogy itt az emberek úgy tartják a cicákat, mint nálunk a mosómedvéket, hát ez fantasztikus.
nem is tudom, hogy mondjam. Az a helyzet, hogy odát én ezért életfogytiglant kaptam volna. Tiltott macskaféle birtoklásért. Pedig csak egy 5 hónapos szijámi kis cica volt. Hát kinek állt az, ugye? Szóval, amikor átkerültem, hamar feltaláltam magam, megcsináltam a cica szállodát, imádják az emberek, a macskák nagyon nehezen viselik a környezetváltozást, úgyhogy mi odafigyelünk a bútorok textúráira, az illatokra, a szagokra, mi ezeket begyűjtjük a gazdik lakásaiból, és elhelyezzük a macskák lakosztályaiban, hogy még komfortosabban érezzék magukat nálunk a cicák. Vannak visszatérő vendégeink, egyre többen, mert gyakorlatilag várólista van, úgyhogy bővítjük a szállodát, valószínűleg. Hosszú távú tervek között ez is szerepel. Úgyhogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy sikerült igen magas szintre emelni nálunk a vendéglátást, és hát én nekem itt mindenem megvan tényleg. Megvan a szálloda, és élek, mint Sanyi hevesen. Amit viszont biztosan nem tudok megszokni, már csak a gondolatától is, vagy hogy meglátom, honnan én jövök, ott nincs olyan, hogy hó. Itt meg ahogy egy hónapig is esik egyfolytában. Egyszerűen elviselhetetlen az a rettegés, amit akkor érzek, elkezd esni. Mindent beborít, minden fehér, színek. Az emberek meg csúszkálnak a szánkóikkal. Egymást dobálják a hóval. Hóembereket építenek. Ilyenkor azt mondtam csinálni, hogy elvonulok a pincébe. Ugye azért legbelül mélyen, azért nekem is vannak mélységei. A tücsüt azért. Meg úgy meghasonlok néha, hogy több hónapra is, tehát az megszoktam már igazából. Olvasgatok, főzőcskézek. Tavaly télen elkezdtem franciául tanulni. Én addig én ki nem jövök, amíg nem olvadt el minden. Akkor szólnak, akkor kijövök, meg vagyok. Ha, nagy Isten, tavasszal kicsit még esik, akkor visszamegyek, ezt ki lehet már bírni. Úgyhogy így. Én akkor a feleségem viszi az üzletet, nagyon ügyes, foglalkozik az ügyfelekkel. Szóval tényleg
lehet így élni. A nevem Enix. Amikor beszélek, akkor azt így tudom csinálni. Ahonnan én jövök, ott nem van az a beszéd, az a nyelv itt nem van nincs az a nyelv, ami otthon. Még tanulom, de nem könnyű, mert mi a száj nem beszédre használjuk. Hanem itt. És ez nagyon nehéz. Az orvos az orvosok mondták hozzám, nem fejlődött ki az a rész a fejben, amivel beszél, szép megpróbálja lom
ahogy otthon, innen lehet hallja valaki. Tudunk tenni ennek érdekében? Nos. Velünk, együtt, közös. Mi ez a szoba?